Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, és akkor nézzük meg, kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. A coach a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. A coach az egy szakma. Hát most már szerintem a bolygón több mint 100 000 coach van, úgy összességében. És mit csinálnak a coachok? Hát akinek van valamilyen problémája az életével kapcsolatban, például mondjuk önmagával, vagy a párjával, vagy a szüleivel, gyerekeivel, stb. Stb. Vagy más emberekkel, akkor a coach segít abban, hogy rávezeti a probléma valódi okára, és rávezeti a megoldásra. Tehát a képes, tehát egy coach képes arra, hogy megtalálja egy probléma valódi okát, és a tényleges megoldást is. Na most, ha egy ember képes arra, hogy másnak segítsen abban, hogy megtalálja a problémája valódi okát, akkor képes arra, hogy saját magának a saját problémájával is kapcsolatban megtalálja az okot, és ha ismeri a megoldásokat, akkor nyilván a saját problémájával kapcsolatban is ismerheti a megoldásokat. Tehát a coach, mondhatnánk azt, hogy ilyen segítő terület, de mivel szakma, pénzkeresésre is szolgál. Az azt jelenti, hogy vannak olyan vállalatok, akik alkalmaznak coachokat, általában ezek inkább nagyobb vállalatok. Tehát már nem pszichológusokat alkalmaznak, hanem coachokat. Vannak olyan vállalkozók, akik coach vállalkozást működtetnek, és hozzájuk járnak olyan emberek, akiknek az élettel kapcsolatban problémáik vannak, és szeretnék megoldani. De hogy általánosan a coach az nem tanítja arra az embereket, hogy mit kell tenniük, hanem csak rávezeti a megoldásra. Tehát lehet, hogy egy bizonyos problémával kapcsolatban az illető fog tudni boldogulni, de ha esetleg jön még egy probléma az életében, akkor az külön coachingolás. A coachok óradíja az olyan 3000 és 30000 forint között alakul. Tehát én már hallottam olyanról, hogy valaki elment coachhoz coachingolni, mármint úgy érte, hogy őt coachingolták, és tudom én, ez egy külföldi coach volt, és ilyen 4 millió forintot fizetett ki a coachnak. Nyilván nem forintban, hanem annak megfelelő valutában. Tehát a coachok ezt csinálják, így működnek, kivétel a Nyílt Akadémia coach tanulói, illetve majd akik itt coachok lesznek. Miért kivétel? Mert én például külsősöket nem coachingolok. Tehát én például pénzért nem coachingolok. Egyszer fordult elő életemben, hogy pénzért coachingoltam. Az azt jelenti, hogy külsős volt. És azt mondtam, hogy jó, akkor ez volt az első, meg az utolsó, és ez hát már sok évvel ezelőtt volt, mert ugye 10 éve kezdtem a coachok oktatását, de akkor még
Hát nem a coachok oktatását kezdtem, hanem a személyiségfejlesztő képzés, és akkor 2013-tól, tehát ez a pontosabb dátum, 2013 nyarától kezdtem el a coachok képzését. Milyen alapon? Hát olyan alapon, hogy 87-ben kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, 91-től kezdtem embereket szervezni, 93-tól tanítok, vezetek embereket, és ugye elsősorban mire szerettem mindig tanítani embereket? Azt, amit én tudok elsősorban, másodszorban pedig az élet és az ember működésével kapcsolatos dolgokra. És egyszer csak 2003-ban, vagy 13-ban akarom mondani, 13-ban rájöttem, hogy van egy ilyen szakma, és hát az pont ugyanúgy néz ki, mint amit én tanítottam, azzal a különbséggel, hogy én bőségesebb dolgokat tanítottam már előtte is, mint amit a coachok tanítanak. Tehát ugye a coach képzések az alapvetően ugye nem sok területre korlátozódnak, na most én viszont igyekszem az egész élet vonatkozó tanítást és az ember működésére vonatkozó tanítást átadni az emberek számára. Tehát ugye mi nagy mértékben eltérünk a többi coachképző intézménytől. Még egy nagyon fontos dologban, illetve nem még egy dologban, hanem több dologban is eltérünk. Tehát ugye az első az volt, hogy sokkal bőségesebb, sokkal tágabb területre nyújtunk tudást, és mondhatjuk azt, hogy akár alaposabbat is. A másik, hogy lehetőséget biztosítunk az emberek számára arra, hogy a tanulás során akár a gyakorlatba átvigyék a tudásukat. Ez csak egy esetben lehetséges, hogyha az illető elkezd létrehozni egy saját csapatot. De nyilván nem olyan emberekből, akik coachingolásra szorulnak, hanem olyan emberekből, akik tanulni szeretnének. Tehát a csapat létrehozása az abból a célból történik, hogy tanuljanak az emberek. Tehát, hogy ők is részt vegyenek, ugyanúgy, mint a szervező, a coachképzésekben. Ennek van egy érdekeltségi lehetősége is, tehát ami azt jelenti, hogy ez javadalmazva van, ha valaki tanulókat szervez. Méghozzá a tandíj befizetéséhez képest egy igen magas százalékban javadalmazva van, mondhatjuk azt, hogy páratlanul magas százalékban, ráadásul olyan mértékben, vagy olyan módon, hogy ameddig itt tanul az illető, aki szervezte, tanulónak öt, az minden tandíj befizetése után jövedelmet kap. Az azt jelenti, hogy vannak olyan tanulók, akik nem csak tanulnak itt, hanem igénybe vették a tanulói szervezés lehetőségét. Kezdetben ez mondjuk csak annyi volt, hogy a tandíját kiegészítette ebből az összegből, tehát kevesebb tandíjat kellett fizetni, majd kis idő múlva elérte azt, hogy ne kelljen a tandíjért fizetnie, mert a szervezésből származó jutalék az finanszírozza a tandíját, és hát vannak olyan emberek, akik igen jó jövedelmet keresnek a szervezésből, ami azt jelenti, hogy nyilván számít, hogy ki mennyi tanulót szervez. A tanulói szervezés egyébként módszerek alapján történik, méghozzá működő módszerek alapján történik, hiszen én 91-től szervezek embereket, és konkrét ilyen
tanulói szerepkörbe, 2010 óta szervezek embereket, tehát 11 éve. És hála Istennek elértük ezzel a területtel is, hogy jelenleg mi vagyunk Magyarországon a legnagyobb coach képző intézmény. És úgy is el fogjuk érni, hogy a világon mi legyünk a legnagyobb coach képző intézmény. Tehát ez azt jelenti, hogy részben ugye vannak, akik kihasználják azt a lehetőséget is, hogy nem csak tanulnak és fejlődnek, nem csak megoldják ezáltal az élethelyzeteiket, megoldják a problémáikat, vagy megelőzik a problémáikat, megvalósítják a céljaikat, hanem ebben tudnak segíteni azoknak a személyeknek, akiket ők szerveztek tanulónak, és akiket a tanulóik szerveztek, meg a tanulóiknak a tanulói szerveztek. Tehát ugye itt vannak olyan emberek, akiknek mit tudom én, kisebb csoportja van, mit tudom én, mondjuk 10 fő alatt, vannak olyan emberek, akiknek a csoportjuk már 100 fő alatt van, vannak olyan emberek, akiknek a csoportjuk 1000 fő alatt van. Hoppá. 1000 fő alatt. És vannak olyanok, akiknek e fölött. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ez egy lehetőség is azok számára, akik coachingolni szeretnének. Na most akármennyi a coachoknak a óradíja, akármennyi, akár mondjuk 30 ezer forint óránként, nem szorulok rá. Oké? Tehát gyakorlatilag az elmúlt években nem tudtak olyan összeget mondani, hogy én coachingoljak, mert ezek nálam elvek. Nem tudom, elég világos voltam. Tehát én, nekem az elveim nem megvehetőek. Nem is voltak sose, nem is lesznek sose. Tehát én pénzért sem változtatom meg az elveimet. Világos ez? Ezt nem is tudták elérni sose, hogy pénzért megváltoztassam az elveimet, és nem is fogják sohasem elérni, hogy pénzért megváltoztassam az elveimet. Ez lehet, hogy egy furcsa dolog, mert ugye azt mondják, azt tanítják, hogy a legtöbb ember megvásárolható, de a legtöbb. És vannak olyanok, akik nem. Oké? Tehát nem arról van szó, hogy mindenki megvásárolható. Bár olyat is hallottam már a tanítások során, hogy mindenkinek van egy ára. Nem biztos. Jó? Ezt csak azért mondják, hogy felfújják ezt a dolgot. Szóval a lényeg az, hogy én tudom, hogy működik a pénz, tudom, hogy működik a jövedelem, tudom, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy az embernek ne kelljen semmilyen szinten aggódni a jövedelem miatt. Oké? És ezt a tudást én képes vagyok átadni másoknak is. Mert sajnos én azt látom, hogy sok ember aggódik az anyagi miatt. Az anyagiak miatt. Vagy aggódik a jövő miatt. Tehát a jövő miatt sem kell aggódni. Tehát a jövő az gyakorlatilag pontosan kettő esélyes. Annak van egy elenyésző esélye, és van egy óriási esélye. Az elenyésző esély, hogy ezt a bolygót a fentiek, kik a fentiek? Lehetne úgy hívni őket, hogy földön kívüliek, lehet úgy hívni őket, hogy istenek. De mivel a fentiek a soha nem egyes szám, érdekes módon, tehát olyan magyar nyelvben olyat még nem hallottál, hogy a fentiekről egyes számba beszélnek. A fentiek azok mindig többes szám. Az azt jelenti, hogy nem földön kívüli, hanem földön kívüliek. És nem Isten, hanem istenek. Oké? Ha fentiek, akkor nem istenek. Vagy nem Isten, hanem istenek. És ezek a szuper, hozzánk képes szuperintelligens lények irányítják a háttérből a bolygót. A háttérből.
Van egy másik fajta entitás, azok is szuperintelligens lények, csak azok a gonoszokat képviselik, azok is próbálják irányítani a bolygót a háttérből, mármint milyen bolygót. Tehát a bolygót nem lehet irányítani, csak a bolygón élő embereket. Tehát a bolygón élő embereket próbálják irányítani. És itt ez a kérdés az emberek esetében, hogy az emberek ki mellé állnak. Ki mellé állnak? A gonoszok mellé, vagy a jók mellé? Honnan tudni, hogy, mert ugye még ilyen tanítások is vannak, hogy ez relatív. Tehát a jó meg a rossz az relatív, tehát nézőpont kérdése. Egyáltalán nem. Pontosan meghatározható, mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz. Pontosan. Méghozzá egy szóban meghatározva etika. Egy kifejezésben meghatározva etika égi alapelvei. Tehát etika égi alapelvei. Kicsit hosszabban meghatározva erkölcs, akkor jé, nem jut eszembe a másik két szó. Ja, megvan, igen, köszönöm, becsület meg tisztesség. Tehát erkölcs, becsület, tisztesség. Milyen jó, hogy itt tanultok, tudtok segíteni. Jó, tehát lényeg az, hogy ez a három terület megvan alapozva olyan égi alapelvekkel, amivel pontosan, vagy amikkel pontosan meghatározható, hogy mi az, ami akár kevésbé etikus, vagy akár jobban etikus, vagy teljes egészében etikus, vagy kevésbé nem etikus, vagy akár nagyon nem etikus. Oké? Ez pontosan meg van határozva. És ezek olyan égi alapelvek, amit ha betartana egy ember, mert ismeri az alapelvet és alapelveket, és eldöntötte, hogy betartja, akkor onnantól kezdve tisztán és világosan egyértelművé válik számára, hogy az etika az nem tisztes, tehát az etika és azon belül az erkölcs, a becsület, a tisztesség, az nem nézőpont kérdése. Nem, hogy attól függ, honnan nézzük. Nem. És ugye mivel a fentiek, a főirányítók itt a bolygón, ugye azt mondhatnánk, hogy mennybéliek, ahogy ugye a mitológiából jött, és mondhatnánk azt, hogy a lentiek, az pedig ahogy a mitológiából jött a pokolbéliek. Oké? De szó szerint ért, mert a lentiek az fizikailag fent vannak, nem, a fentiek fizikailag fent vannak, a lentiek meg fizikailag lent vannak. Az mit jelent a fizikailag fent? Az azt jelenti, hogy a Föld fölött. Tehát a Föld fölött. Például olyan, hogy a Föld fölött van a Hold. Oké? És a Hold, lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz most, amit mondok, ez az ő egyik bázisuk. De ilyen bázisuk a Mars, ilyen bázisuk a Vénusz. Oké? Na most az a Földhöz képest fent van, mert fent az égbolton látjuk ezeket. És vannak a lentiek, úgy is lehetne mondani, hogy pokolbéliek. Hát a pokolbéliek, ez meg mit jelent, hogy lent? Ez pedig a Föld mélyén vannak. Tehát a Föld mélyén vannak olyan üregek, amiben lehetséges az élet. Oké? És kellő védelmet nyújt a fentiekkel szemben, sajnos. Sajnos. Hát az emberrel szemben meg aztán végképp. Csak hogy tudjuk ezeket a dolgokat. A rosszhoz, tehát amikor egy ember rossz, gonosz, akkor alacsony rezgésű. Amikor egy ember vidám, lelkes, stb., még a fölött, tudom én, feldobott,
vagy még a fölött lévő hangulatban van, akkor magas rezgésű. A magas rezgéshez lévő kapcsolat az úgy tud létrejönni, tehát két magas rezgésű lény közötti kapcsolat úgy tud létrejönni, hogy nincs köztük akadály. Milyen? Fizikai akadály. Tehát fizikai akadály nincs köztük. Az azt jelenti, hogy a fizikai test, tehát milyen test? Mit tudom én, egy tárgy, például egy fal, az akadályozza a magas rezgést. Tehát mondok példát. Ugye a alacsony hullámú rádióhullámok, azok áthatolnak az anyagon. A magas hullámú, például az 5G, az nem hatol át az anyagon. Oké? Tehát a magas frekvencia az nem hatol át az anyagon. Tehát mikor az ember magas frekvencián működik, akkor magas rezgése van. És az nem nagyon akar az anyagon áthatolni. De áthatol, ugye, vagyis hát tud az ember kommunikálni, hogyha nem sok anyagon kell áthatolni, mert azért nem 5G magas szintű frekvenciával kommunikálunk, hanem azért jóval alatta. Az azt jelenti, hogy az anyagon valamilyen szinten át tud menni, de mondjuk több kilométer vastag, vagy több száz méter vastag földön nem tud átmenni. És ugye a fentiek a magas rezgésünket tudják venni. A lentiek meg azt tudják venni, amikor alacsony rezgésűek vagyunk. És az alacsony rezgés tökéletesen áthatol a földön. És amikor az ember alacsony rezgésű, akkor ne csodálkozzon, hogy esetleg olyan dolgokra hajlamosítja magát az illető, amit egyébként, mikor jó állapotban van, nem tenne. És ráadásul, ugye itt arról szólna a dolog, csak hogy világos legyen ez a kérdés, hogy már nincs lélek létrehozás. Már jó ideje nincs. Hát vagy másfél millió éve. Nincs. Tehát magyarul nem osztja meg a teremtő a saját lelkét. Tehát a lelkek úgy jöttek létre, hogy a teremtő megosztotta a lelket. És ilyen már nincs. Ezért lélekrablás folyik a világegyetemben. De a teremtő ugye a lelkeket nem gonosz célzattal hozta létre, hanem jó céllal hozta létre. És ezért ugye a gonosz, alapvetően gonosz lelkek, gonosszá vált lelkek, ugye az évmilliárdok során simán gonosszá tudtak válni, az évmilliárdok során gonosszá vált lelkek, azok úgy akarnak további lelkekhez jutni, hogy meg akarnak szerezni lelkeket. De ahhoz csak úgy lehet lelkekhez hozzáférést kapniuk, hogyha gonosszá teszik azt az egyént. Tehát ugye erre kiválóan alkalmas az ember. Miért? Mert az ember lelke be van zárva egy testbe. És ha testtel elérik, hogy rossz állapotba kerüljön, akkor, és ez tartós legyen ez a rossz állapot, akkor az illetőnek a lelke is egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül. És ha egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül maga a test, akkor ugye rosszabb és rosszabb állapotba kerül a lélek is természetesen, és sokkal könnyebb elérni azt, hogy elkötelezze magát a lélek a gonosz mellett,
mint hogyha az egy jó rezgésű lény. Tehát egy példát hagyd mondjak, jó? Egy jókedvű ember is manipulálható. Nem könnyen, de manipulálható. Minél rosszabb állapotú egy ember, annál könnyebb manipulálni. Beleértve természetesen a hipnotizációt. Onnantól nem tudják az embert hipnotizálni, manipulálni, hogyha az általános hangulata, vagy az éppen aktuális hangulata, az lelkes. Lelkes. Mikor voltál utoljára lelkes? Csak úgy megkérdezném. Hm? Na akkor nem vagy manipulálható, hipnotizálható. Most a manipulációról meg a hipnotizációról a következő jutott eszembe. Marian úgy szokott dolgozni, ugye mit szokott dolgozni? PPH-t. Mi a PPH? Problem Prevention Holding, ugye az nekünk az alap üzletünk. Tehát abból indult ki minden. Ez a PPH 93-ban jött létre, mint fogalom. És lényeg az, hogy amikor dolgozik, akkor valamikor ugye este felé beszokta kapcsolni a tévét. De nekem az egy tanulmány, mikor a tévét ő bekapcsolja. Mert például furcsáltam, hogy kinek szólnak a reklámok. Na mondom akkor. Tehát ilyen furcsa, hirtelen hallásra furcsaságokat tapasztaltam ebben kapcsolatban, hogy kinek szólnak a reklámok. Na mondom, akkor a következő reklámblokkot megvárom. 15 darab reklám volt a reklámblokkban, és 8 a fiataloknak szólt. Hoppá! Na most én kérdezem én, milyen fiataloknak? Hát gondold vele, az én korosztályomat nem tegezik, és ne is tegezzenek. Kivétel azok, akik itt vannak, mert ugye itt elfelejtettem mondani, hogy itt mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. De a tévében azt kellett figyelnem, azt figyeltem, hogy hány magázódós reklám van, és hány tegeződős reklám. És 15 reklámból 8 tegeződős reklám volt, tehát magyarul a 20-tól mondjuk 35-40 éves korosztályig szólt. De nagyon fura, mert a lakosság nagy része az nem 20 és 40 között élő. Ami azt jelenti, hogy kiket akarnak leginkább manipulálni. Nagyon érdekes. A fiatalokat. Nem hiszed? Nézd meg egy reklámblokkot és számolgasd, hogy mennyibe tegeződnek és mennyibe magázódnak, jó? Azokat is oda vettem a reklámblokkba, és nem számoltam be a tegeződésbe, ahol nem magázódtak és nem tegeződtek. Tehát a maradék hétből, amiben nem tegeződtek, voltak olyan reklámok is, amiben se nem magázódtak, se nem tegeződtek. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ha azt levontam volna, azt így nem vettem volna külön, akkor kiderül, hogy szinte kétszer annyi a tegező reklám, mint a magázó reklám, és azt is figyeltem, hogy milyen szereplők játszanak benne a reklámba. Természetesen fiatalok, és fiatalokhoz szólt. Természetesen. De ezt már így statisztikailag nem néztem meg. Na most miért mondom ezt? Mert nagyon érdekes, ha végig gondoljátok, hogy a lakosság kisebb része a fiatal, és azoknak szól a reklám. És gyakorlatilag azt is figyeltem, hogy konkrétan abban a reklámblokkban egy olyan reklám nem volt, ami mondjuk a kifejezetten időseknek szólt volna. Érted? Pedig mondjuk a 60 év
vagy a 65 év felettiek, azok többen vannak, mint a 20 és 30 év közöttiek. Oké? Tehát a 65 év fölöttiek többen vannak, mint a 20 és 30 év fölöttiek. Nem kevéssel többen vannak, hanem jóval. Hát gondold végig, hogy az én korosztályomban nekem 23-an voltunk unokatestvérek. Első unokatestvérek. A fiaimnak, akik vannak ketten, egy unokatestvérük van, tehát összesen 3-an unokatestvérek idézőjelbe. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy hetede született gyakorlatilag. Érted? Hetede született a 80-as évek, 90-es években gyerek, mint amennyi született az 50-es, hát a legidősebb unokatestvérem, azok a 40-es években születtek. Tehát 40-50 környékén, még 60 környékén is, ugye jóval több gyerek született, mint most. Na most végig gondolva, ugye kiket a legkönnyebb manipulálni? Hát a 0-tól 7 éves korig a legkönnyebb manipulálni. Ezt a legkönnyebb. Utána akiket legkönnyebb, az a 7-től 14-ig, utána akiket legkönnyebb, az a 14-től 21-ig, utána akiket legkönnyebb, a 21-től 28-ig. Tehát ez egy sorrend. Tehát jó, ha tudod, hogy te mondjuk olyan 21-28 között vagy, akkor minden manipuláció rád irányul. Oké? De ha a fölött vagy, mondjuk 28 és 35 között, az a következő, amelyik legjobban manipulálható. Oké? És ha megnézed, a reklámok tökéletesen igazolják, csak azt nem értem, hogy miért minden nekem kell észrevenni. Miért nem veszik észre az emberek ezeket? Fura. Gondoljátok végig. Na most, hát gondoljátok végig, de muszáj vagyok mondani, hogy nemrég még az hangzott el, hogy a gyerekeket nem kell oltani. Még egy fél évvel ezelőtt ez hangzott el. Elfelejtettétek? Hogy egy fél évvel ezelőtt, tavaly egész évben azt mondták, vagy ősszel, ugye az az egész év ősztől, hogy a gyerekeket nem kell oltani? Jé, most meg hirtelen az a célpont. Nem fura? Hát keres már egyetlen egy olyan halottat, amelyik 20 év alatt volt. És oda van írva, hogy koronavírusos. Egy sincs. Még olyan se, aki ilyen, olyan, amolyan beteg volt, érted? Nincs, én nem találtam egyet se. Hát jó, nem néztem végig azt a, mit tudom én, hány tízezre, amire azt mondják, hogy koronavírusban halt meg. Érted? Most miért kell oltani olyanokat, csak kérdezem, akik tudja, hogy nem halnak bele, érted, a koronavírusba? Azokat miért kell oltani? Hát nézd meg, mióta én az eszemet tudom, én úgy tudtam, ugye kivétel ebből az influenza volt, hogy a gyerekeket például azért oltották be, hogy például ne bénuljanak le. Én még nem hallottam olyat, hogy valaki a koronavírusba lebénult volna. Vagy olyan betegség, amiben simán belehal. Olyan miatt oltották a gyerekeket. Érted? Tehát simán bele lehet halni. Most már olyan dolgokban oltanak, amin régen az emberek így átestek. Például most már lehet
bárányhimlő ellen oltatni. Hallottam ilyen baromságot? Hát mindnyájan átestünk a bárányhimlőn, vagy majdnem mindenki, érted? Hát miért kell az ellen oltani? Ja, persze, mert baromi nagy üzlet, akik létrehozzák az oltást. Hát gondoljátok végig. Hát most ez mekkora üzlet, érted, hogy milliárdokat akarnak beoltani. Még csak nem is milliókat. Hát gondold végig. És ráadásul folyamatosan. Hát folyamatosan. És erre ugye, hát valószínűleg kik a legjobban manipulálhatók? Hát ha a reklámok elsősorban egy kisebbséget manipulál, amit úgy hívnak, hogy fiatalság, már pedig az a kisebbség, akkor onnantól kezdve, akkor bebizonyítja ez, hogy a kisebbség jobban manipulálható. Magyarul a fiatalság jobban a manipulálható. Oké? És most rámennek a fiatalságra, annak a manipulálására. Hát remélem a szülők nem lesznek olyan ostobák, hogy hagyják, hogy a gyerekét beoltsák. Na most mondok egy példát, jó? Azokat, akik beoltottak ez a méhnyakrák ellen, anno annak idején, a nagy része egészségügyi problémával küzd, jó? Tehát lányként beoltották, és most egészségügyi problémákkal küzdenek. A nagy része annak, akit beoltottak. Na most, tehát mit lehet előidézni olyan oltásokkal, amit az emberek nagyon nagy százaléka simán túlél, és csak azok nem élnek, élik túl, akiknek egyébként is mindenféle betegségük van. Mit eredményez ez? Tudod, mit eredményez? Nagyon egyszerű. Immunrendszer gyengülést. Tudod miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert eddig az immunrendszer ezeket a betegségeket leküzdötte. Érted? Leküzdötte. És most, ha más küzdi le az immunrendszer helyett, érted? Ez olyan, mint amikor a gyerekeket, a kicsi gyerekeket kiviszik az állattartók, és egy se lesz allergiás. Vagy ott laknak egy városba, ahol úgy járnak, mint az én fiam, hogy azt mondta, tökéletesen beszélt, vagy másfél, nem másfél, két évesen, tökéletesen beszélt, és lementünk Szabolcsba, és jött egy kakas. Jött ott vele szembe, nem ellenségesen, csak úgy jött. És a fiam mit mondott? Hát ez meg milyen állat. Mert még életében nem látott kakast, érted? Városi gyerekként természetesen. Na hát hasonlóan működik ugye az is, hogy megnézték ezt konkrét statisztikailag, hogy akik steril környezet, idézőjelben steril környezetben nőnek föl, azoknak felnőttként minden bajuk lesz már gyerekként is. Hát figyeld, mentünk vendégségbe, mert az egyik keresztfiam, van három keresztfiam, az egyik keresztfiam fél cigány. És mentünk vendégségbe hozzájuk. Októberben. Nem ilyen idők voltak, mint tavaly októberben, hanem ilyen 5 fok. Ilyen 5-10 fok között. És a kis cigány gyerek ott szaladgált az utcán meztelenül. Érted? Októberben. Olyan 10 fok körül. Hát most gondolj bele, hát olyan lett az immunrendszerük, mint a vas.
Érted? Na most az a kis steril körülmények között próbál felnőni, vagy próbálja az életét megoldani, az könnyedén elkap bármilyen betegséget. És itt most az emberek erre törekednek, erre a steril környezetre. Szó szerint. Vagy nem? Ugye csak ezzel az az egy probléma van, hogy hogyha az immunrendszerünk nem éli meg, hát ezért emlékezzetek vissza tavaly évelején, mikor elindult maga ez a mizéria, március 12-től, akkor mit mondtak? Azt mondták, hogy lehet egy olyan megoldás, mintha ez már nem is lenne, lehet egy olyan megoldás, hogy meg kell várni azt, hogy átessenek rajta az emberek. Emlékeztek? Ezt mintha totál elfelejtették volna. Ezt csinálták a svédek. Svédországban ezt csinálták. Hogy semmi nem volt kötelező, érted? Persze reklámozták, hogy csináld ezt, meg csináld azt, de semmilyen jogszabályt nem hoztak ezekkel kapcsolatban. És ott szépen a lakosság átesett rajta. De úgy mondanám, csak úgy tájékoztatásként, hogy olyanok, akik azt hitték az ismeretségi körömbe, hogy náthásak voltak, elmentek, mert a munkáltató elküldte őket vérvételre, hogy kimutassa az ellenanyag termelődést, és megállapították, hogy átment rajtuk a Covid. És megkapták az igazolást. És nem kellett beoltani őket. Oké. Mert az immunrendszerük simán megoldott ezt a kérdést. És ők azt hitték, hogy megfáztak. Nem voltak légzési nehézségeik. Nem kellett levegőzt, vagy lélegeztetőre küldeni őket. Hát régen tudod, mi volt a lélegeztető? Hegyi szanatórium. Vagy balatonparti szanatórium volt a lélegeztető. Ha valakinek nehéz volt a légzése, akkor menjen föl egy hétre, kettőre, egy hegyre. És akkor már nincs gond a levegőzéssel. Manapság meg ilyen, valakinek légzési nehézsége van, irány a kórház. Hát emlékszem, hogy a kisfiamnál, a kisebbnik, amikor kicsi volt, az orvos javasolta, hogy volt valami, már nem tudom pontosan mi, de hogy menjünk friss levegőre. Fogtuk, lementünk Borsodba, hegyköz, tökéletes levegő, egy gyárse a környéken. Ott voltunk, mit tudom én, hány napot, soha többet nem volt gond a légzésével, érted? Soha többet. De ilyen kicsi volt még, tehát ilyen, szerintem nem volt még 4 éves se, vagy 3 sem. De ugyanúgy volt, mit tudom, lemegy valaki mondjuk egy tengerpartra, ott sincs légzési nehézség, érted? Gyorsan kitisztul a tüdeje. De hadd mondjam, hogy minden betegség mögött vannak lelki okok. Oké? A tudomány azt mondja, hogy a betegségek 80%-a az lelki eredetű. Na most az én tapasztalatom azt mutatja, hogy minden betegség lelki eredetű. Nem találtam még olyan betegséget, ami nem lelki eredetű volt. Ugye, mert a kócsoknak ezt is figyelembe kell venni, hogyha valaki azért jön oda, mert valami betegsége van. És szokták is tőlem kérdezni, hogy mi lehet egy-egy betegségnek a lelki oka. És akkor erre nekem van anyagom, ha fejből nem megy, akkor föllapozom, illetve megnézem a neten, nem a neten, hanem a gépemen, és akkor pontosan mondom, hogy mi miatt. És akkor mindig rádöbbennek, hogy jé, tényleg. És ugye ezek a lelki eredetű dolgok okozzák a betegségeket. Akkor a Covidot is.
Világos ez? És ugye a lélegzés az mire vezethető vissza? Tehát a légzési probléma az mire vezethető vissza? A lelki okra. A légzés az a világ felé kommunikáció. Beszívom, akkor a felém áramló kommunikáció, kifújom a levegőt, az azt jelenti, hogy én hogyan kommunikálok a külvilággal. Na most a külvilág úgy kommunikál velem, ahogy én kommunikálok a külvilággal, és nem fordítva. Tehát az azt jelenti, hogy bárkinek légzési problémája van, talán meg kellene néznie azt, hogy vajon a kommunikációja hogyan áll a külvilág felé. És a külvilág az nem feltétlenül a közvetlen hozzátartozók. Világos ez? Tehát mivel minden betegség lelki eredetű, attól függően, hogy mondjuk egy covidosnak milyen a tünete, mert én már hát vagy 10 féle tünetről hallottam, ha nem többről. Tehát attól függ, hogy mi a tünet, attól függően meg kellene vizsgálni, hogy vajon mi a lelki eredet. És mindig, még egyszer hangsúlyozom, mindig, amikor valakinek bármilyen betegsége volt, mindig kiderült, hogy a lelki eredet az ő. Az úgy van. Szóval lényeg az, hogy, itt vannak a fentiek, akik azt akarják, hogy jól működjünk, jók legyünk. Itt vannak a lentiek, akik azt akarják, hogy nem működjünk jól, rosszak legyünk. Csak az, hogy ezzel a bolygóval jövőben mi lesz. Ez tudod olyan, mint régen volt a szocializmusban, a háború után. Nem tudom, tudtok-e arról, a fiatalok biztos nem tudják, de az én korosztályom még emlékszik rá, hogy beköltöztettek egy albérlőt azoknak a házába, lakásába, akinek nagy volt a háza vagy a lakása. Ezt én két helyen is megéltem, egy a saját bőrünkön, mert nekünk Gyömrön, ahol laktunk, oda beköltöztettek egy albérlőt, és nem tehettük ki. És a barátomék, osztálytársamékhoz szintén ugyanez volt abban az időszakban, ez a beköltöztetés, ez valamikor 50-es években volt, egyszerűen beköltöztettek oda is egy idegeneket, és ők se tehették ki. De a ház karbantartása, a háznak az állagának a megóvása az nem az albérlő feladata volt, hanem a tulajé. Érted? A beköltözött albérlők, mondom még egyszer, nem lehetett kitenni őket, végül úgy lettek ezek kitéve, hogy kellő pénzt fizettek nekik a nem főbérlők, a tulajdonosok, hogy elmenjenek. És na most valami hasonló, ami itt van a bolygón. Az alvilágiak, a lentiek, azok az albérlők. A fentiek meg a tulajdonosok. És nem tudják kiköltöztetni a lentieket, a fentiek, a tulajok. Érted? De az ingatlannak az állaga, még egyszer mondom, a tulajtól függött, és nem az albérlőktől. És ha ők akarták volna, lebonthatták volna a saját házukat. És akkor azt mondták volna, na, hogy most legyél albérlő.
Hát persze nem bontották le a saját házukat, mert nem az építették. Na most ugyanez a helyzet most itt is a bolygón. Ha kell, lebontják a földet. Érted? Miért? Nagyon egyszerű. Nézzük. Mert 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lenniük. Lenni. Nem szerintem, szerintük. 2035-re. Aranykornak kell lennie. És azért mondtam, hogy van egy kis esély arra, hogy ez nem fog megvalósulni, mert a nem megvalósulás azt jelenti, hogy nem tudnak mit tenni, és le kell bontani a házat. Nem tudnak mit tenni, föl kell robbantani a bolygót. Mint amit már megtörtént a naprendszerünkben, a Marduk nevezetű bolygóval, amely a Mars és a Jupiter között volt. Azt már, és most kis bolygóövezet. Az egy szétrobbantott bolygó. Oké? Ugyanis régi, egész régi feliratokban egyel több bolygó volt, és ott volt egy bolygó a Mars és a Jupiter között. Hoppá! És azonnan eltűnt. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt pár ezer évben tüntették el onnan azt a bolygót. Mert ha a fentiek nem tudnak mit kezdeni a lentiekkel, akkor nincs más választás, mint szétrobbantani a bolygót. Na most, de mi az, hogy tudnak tenni? Egy dolgot tudnak tenni. Megnövelték az emberiség lélekszámát, azért a fentiek, azért, mert ez úgy működik, hogy egy adott térben, ha jó állapotú lények helyezkednek el nagy létszámban, és az, abban az adott térben rossz állapotú lények helyezkednek el kis létszámban, akkor a rossz állapotú lények onnan elmenekülnek. Na még egyszer fussunk ennek neki, jó? Hogy világos legyen. Tehát egy adott térben, akár egy szoba ez az adott tér, ott van sok jó állapotú ember, és bekerül oda egy pár rossz állapotú ember, jóval kevesebb, mint a jó állapotú, akkor ott nem sokat fognak tartózkodni a rossz állapotúak, mert ugye menekülnek abból a szobából, abból a helyiségből, hogy csak úgy fütyül. És ez ugyanígy működik univerzumi szinten is. Az adott tér most a Föld bolygó. A Föld bolygón azért lett nagy mennyiségben az emberiség létrehozva, hogy az nagy mennyiségű ember magas rezgéssel rezegjen. Ha magas rezgéshez az kell, amit az imént elmondtam, hogy jó állapotban legyünk. De sajnos, ha megnézed, az elmúlt évtizedek óta, mióta élsz, az emberek hangulata nem javult, hanem átlagosan, hanem romlott. És ez azt jelenti, hogy ez a cél sajnos nem valósult meg. Az, hogy az emberek rezgése emelkedjen. Mert az ember úgy működik, minél több problémája van, annál alacsonyabb rezgésű. Tehát ahhoz, hogy az emberek magas rezgésűek legyenek, a problémáikat képesnek kell lenni megoldani. Úgy hagynák el a bolygót a lentiek, tehát a idézőjelben pokolbéliek, hogyha az emberiség rezgése olyan mértékben megemelkedne, hogy számukra a lentiekre, mivel ők alacsony rezgésűek, elviselhetetlen lenne az ott lét.
Tehát pontosan így működik a rossz állapotú emberek esetében a jó állapotú társaság, hogy elviselhetetlen számukra, a rossz állapotú emberek számára a jó állapotúaknak a rezgése. Ugyanígy. Ezáltal, ha a bolygó lévő emberek jó állapotban lennének, és magas lenne a rezgés, ők egyszerűen elviselhetetlenséget éreznének, és elhagynák a bolygót. Ugye mivel lélekről beszélek, és a lélek hagyná el a bolygót, vagy a lelkek hagynák el a bolygót, ezért gyakorlatilag a lelkek azok elpusztíthatatlanok. Rabságba ejthetők, de itt az a megállapodás, csak ebben nem mentek bele a lentiek, hogy szabadon távozhatnak. A másik variáció ugye az, hogy akkor is szabadon távozhatnak, hogyha úgy akarnak menni, mert magas a rezgés. Oké? Na most mivel az emberiség rezgése nem emelkedik, hanem éppen lefele megy, csökken, ez azt jelenti, hogy a lentiek azok egyre jobban érzik magukat ebben a közegben. Bolondok lennének elmenni. És ha nem lesz távozása a lentieknek, akkor nincs más választása a fentieknek, mint úgy eltüntetni a lentieket, hogy a bolygót rárobbantják az itt lévőkre. Természetesen előtte kimentve azokat a lelkeket, akik megérdemlik. És mi lesz a lelkekkel? Hát hiába robbantják le rá a lelkekre ugye a bolygót, a lelkek nem pusztulnak el, utána összefogdossák az emberi lelkeket, és viszik egy univerzum szélén létrejött bolygóra. És mit csinálnak ugye a pokolbéli lelkekkel? Azok meg ugye elmennek. Tehát elmennek. Hova? Saját hazájukba. Milyen saját hazájukba? A drákon rendszerbe. Jó? Drákon rendszer. Tehát utána nézel a ilyen csillagászatban, hogy hol van ez a Drákon rendszer, megtalálod, jó? Jó, tehát itt az emberiségnek van egy, főleg ennek a nagy létszámú emberiségnek van egy nagyon fontos kulcs szerepe, hogy rezgést kellene emelni, tehát javítani kellene a hangulatot. De a mostani helyzet az nem nagyon javított az emberek hangulatán, mert milyen helyzet? Én ezt megkérdeztem márciusban, hogy jelenleg milyen helyzet van. És azóta többször megkérdeztem, és tudod, mit mondtak a fentiek? Tesztelik az emberek tűrőképességét. Tehát gyakorlatilag tesztelik az embereket. De már nem csak ugye a tűrőképességüket tesztelik, már ugye azt is mondták, ez volt először, hogy tűrőképesség tesztelés. Most pedig már ugye azt tesztelik, hogy ki mire hajlandó. Hát ki mire hajlandó? Tehát ki hajlandó esetleg arra, hogy tovább hűljön? Ki hajlandó arra, hogy tanuljon, fejlődjön? Oké? Nem hiszitek, semmi gond. Te azt hiszel, amit akarsz. Én meg azt tudom, amit akarok. Világos ez? Tehát nem kell elhinni azokat a dolgokat. Mondom, én tudom, hogy mit mondok. Jó? Ez nem hit kérdés számomra. Tehát ez azt jelenti, hogy itt aranykornak kell lenni, akár mekkora létszámmal. Nyilván az a jó, ha minél nagyobb létszámmal. Ugye sok ezer éven keresztül nem működött a sajnos,
hogy kis létszámú emberiség, és a kis létszámú emberiség olyan magas rezgést érjen el, hogy képes arra, hogy ellehetetlenítse a lentieknek a működését. Ezért alkalmazták azt, hogy jó, akkor növeljük meg az emberiség lélekszámát. Mert ugye minden ember magas rezgésűnek születik. Minden ember. Tehát mindenki, aki erre a bolygóra születik, magas rezgésűnek születik. Még az is, aki fogyatékosságokkal születik. Most nem azokról beszélek, akik meghalnak pár napon, vagy pár héten, vagy egy-két hónapon belül, hanem azok, akik akár leélnek évtizedeket a fogyatékosságokkal. Az mind magas rezgéssel születik. Na most, ha az ember magas rezgéssel születik, miért kell alacsony rezgésűvé válni? Tehát ugye, amikor megszülettél és magas rezgésű voltál, azért nem csökkent a rezgésed, mert a szüleid megoldottak helyetted minden problémát. Világos ez? Tehát nagyon egyszerű. Most nincs aki, hidd el, nincs aki megoldja a problémáidat. Neked kell megtanulni, hogy hogyan kell megoldani a problémáidat, és neked kell megoldani a problémáidat. Te nem fogja megoldani senki sem helyetted a problémáidat. Világos ez? Hát most az emberek azt gondolják, hogy milyen jó, hogy olyan gondoskodó kormányok vannak, és megoldják az emberek problémáit. És ezt látod, hogy megoldják? Hát én inkább az ellenkezőjét látom, hogy olyan dolgokba viszik bele az embereket, ami nem biztos, hogy jó nekik. Hát csak egy dolgot mondok, hogy minden oltást, amit nagy nehézségek árán, hosszú idő alatt kikísérleteztek és elkezdtek beadni az embereknek, az így történt, hogy nagy nehézségek árán és hosszú idő alatt. Most? Hát nincsenek letesztelve. Maguk az emberek most a tesztalanyok. És az emberek, megnéztem az alkotmányt, önként bevállalhatnak ilyen dolgokat. Simán. Tehát belemehetnek önként emberi kísérletekbe. Nem alkotmány, alaptörvény. Nem, nincs alkotmányunk, alaptörvényünk van. Jó, tehát benne van, hogy belemehetnek az emberi kísérletekbe, önként. De nem lehet őket belekényszeríteni az emberi kísérletekbe. És ha megnézed, az összes az önként belement a kísérletbe. Önként. Ő jelentkezett rá. Itt vagyok. Jelentkezem. Ha nem hiszed, nézz utána te is az alaptörvénybe. Oké? Okay? Tegnap néztem ennek utána. De azt is mondanám, hogy érdekes módon 7. hó 1-jel változni fog az alaptörvény. Már tudják előre, megnéztem, miben fog változni. Felsorolom, jó? A különleges jogrend fog változni. Nem érdekes? Abban a terrorveszély előtte a háborús helyzet, a terrorveszély, akkor szükségállapot, ilyenek foglak vállalni, és a veszélyhelyzet, amiben beletartozik az egészségügyi veszélyhelyzet. 7. hó 1-jel. Nem hiszed? Nézz utána. Már megvan a pontos szövegezése, hogy 7. hó 1-jel
mi fog változni, olyan, mintha már teljes egészében elfogadott lenne. Csak hetedik hó egyen lép. Tehát úgy tűnik, mintha arra készülnének, hogy háborús helyzet, terrorveszély, arra készülnének, hogy szükségállapot, mert most nem szükségállapot van, veszély, és a veszélyhelyzet fokozódása. Mintha erre készülnének. Az alaptörvényben, ami az legelső törvény Magyarországon, meg a világon mindenütt. Tehát ugye megmondom őszintén, ilyen jogolvasó vagyok, érdekelnek a, főleg a, az aktuális jogi dolgok, tehát az olyan aktuális, ami ugye így a társadalomra nézve aktuális, és ezáltal ugye viszonylag nagyon könnyen olvasom a jogot, hiszen 94-től nekem a joggal kellett folyamatosan foglalkozni, a mai napig is foglalkozok vele. És most gondoljátok végig, voltak olyan időszakok, hogy jobban ismertem az adott törvényt, mint a jogászok. Fejből. Fejből. Jó? Tehát érdekes világot élünk, ha jobban végig gondolod, de az biztos, hogy ha valaki, ezt lépjünk túl, most nem érdekes, hol van? Itt van. Azért csináljuk, mert a fentiek megbíztak vele. Mivel bíztak meg? Hogy 2035-re aranykor legyen, és erre felkészítsük az emberiséget. Mert erre megbíztak vele. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. A lelki fejlődés az itt van. Hopp, itt volt. Jó? Tehát itt van. Ez a lelki fejlődés, ez a hét lépés. Aranykorba hatodik lelki szinten lehet bejutni. A legtöbb ember az az egyes, kettes lelki szinten van most, sőt, már megfordult még másfél évvel ezelőtt a legtöbb ember a biztonság szintjén működött, most a legtöbb ember már csak a túlélés szintjén működik. És fel kellene kerülni ugye a küldetés szintjére, hogy az aranykorba bekerüljön az ember. Az aranykor után mi lesz? Az aranykor után az ember feljuthat a magasabb szintű létformába. Ez az emberiség feladata, az egyén feladata itt a bolygón. A bolygó egy iskola. Ennek a bolygónak, az iskolának az a feladata, hogy egy magasabb szintre lépjünk, ez pedig egy magasabb létforma. A magasabb létforma az pedig ott kezdődik, hogy angyali létforma. Lehet, hogy neked ez abszolút szimpatikus, ez az emberi létforma, de én tudom neked mondani, hogy az angyali létforma sokkal jobb. Jó? Hát most gondold bele, hogy most nem tudsz emberként átmenni a falon. Angyali létformában simán átmész, nincs semmilyen akadály, és közlekedési szempontból az angyali létformában nincs szükség hordozó eszközre. És a szempillantás ideje alatt jutsz el a világegyetem olyan részére, amire, ahova el akarsz jutni. Érted? Angyalként. De lehet, hogy neked ez a döcögős haladás, ez jobban tetszik. Szóval körülbelül ennyi, ami belefért itt az első részbe. A második részben önismeret coachképzésünk van, pont ennek hogy jobban megismerd önmagad, meg jobban tudjál bánni a pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel és másokkal. Ezt az öt területet segíti az önismeret coachképzés. Ami annyit jelent, hogy részletes ismereteket kapsz ezekkel kapcsolatban.
25 perc szünet után kezdődik, most elköszönnék, és ha úgy látod, hogy hát ez nem neked való, semmi gond, elköszönünk tőled. Jó, lehet, hogy majd másként látod egy pár év múlva, vagy esetleg egy pár hónap múlva. Lehet, hogy már túl soká látod, úgyhogy kellett volna valamit tenned, de hát ez a te döntésed. Szabad akarat van, mindenkinek a saját döntése az, hogy mikor kezd el fejlődni, vagy egyáltalán elkezd-e fejlődni, vagy sem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szünet után találkozunk, szeretlek benneteket, sziasztok!